Ahogy a szél susogott a fák között a nagymamája kertjében, Andrew megesküdött volna, hogy az erdő a nevén szólítja őt. Mióta a fiatal fiú csak az eszét tudja, a fáktól egy csodálatos érzést tölti el. Sok éjjelen az ágyában fekve azon álmodozik, hogy miféle varázslatos dolgok történhetnek az erdő lombjai között. De a nagymamája kikötötte neki, hogy soha ne kószáljon a magas fákon túl a vörös fenyők közé. Ez itt szabály volt, de mindig frusztrálta őt, különösen most, ahogy ott állt oly közel a fákhoz, amik kalandra hívták. A jó fiúk hallgatnak a nagymamájukra, és Andrew mindig megpróbálta ezt betartani. De a fák hangja túlságosan csábítóan hangzott ahhoz, hogy ne vegyen tudomást róla. Átpillantott a válla fölött a nagymamája háza felé. Egy öreg gyermekkori barátja volt éppen vendégségben, és el voltak foglalva azzal, hogy a régi dolgokról beszélgettek és nevetgéltek. Andrew tudta, hogy a nagymamája hogy el tudja ragadtatni magát beszélgetés közben, főleg ha egy öreg ismerőse meglátogatja. Gyakran megfeledkezik az időről, és az egész délutánt átbeszélgeti. A fiú tudta, hogy végre eljött a lehetőség a kalandra. Kis szerencsével kiszökik, játszik egy kicsit, majd visszatér anélkül, hogy a nagymamája észrevenné. Így hát Andrew beszaladt a fák közé, és eltűnt a lombok mögött. A fák lombjai alatt Andrew szabadjára engedhette fantáziáját. Ott bárki lehetett. Egy félelmet nem ismerő harcos, aki egy ugréra vadászik. Banditák vezére, akik arra várnak, hogy rajta üthessenek a király kocsijára. Vagy akár egy nemes lovag, aki megmenti a hercegnőt a sárkány karmai közül. Egy kidőlt farönk mellett talált gaj lett a kardja, amit büszkén és becsülettel forgatott. Beljebb és beljebb haladt Andrew az erdőben, képzeletbeli manókat legyőzve és láthatatlan orkokkal küzdve. A fák szinte életre keltek, ahogy betöltötte az erdőt a fiú játéka. Ám ahogy a kalandok haladtak, úgy az órák is. A nap már nyugvóban volt, mikor a fiú kizökkent a játékból. Kifutott az időből, és az este gyorsan közeledett. A fiú attól tartott, hogy a nagymamája már rá is jött, hogy eltűnt. Így ledobta kardját, és megindult hazafelé. Ahogy az éle szállt, és a csillagok megjelentek az égen, a fiú egy kicsit bizonytalan lett a hazavezető úttal kapcsolatban. A fák valahogy máshogy néztek ki a holdfényben, és hazatalálni még nehezebbnek bizonyult, mint ahogy a fiú elképzelte. Az árnyékok az erdő talaján játszadoztak a fiú képzeletével, ahogy céltalanul bolyongott, mintha gonosz manók lennének. Az erdő egyre bajósabbnak látszott, ahogy a bokrok elkezdtek egyre jobban hajladozni, mint valami ijesztő cirkuszi mutatványos, aki különböző alakokra hajtja testét a sötétben. A levegő egyre hidegebbé vált. Andrew keresztbe tette karját, és a vállát dörzsölte, hogy jobban elviselje a hideget. Egyszer csak a távolban egy nyugtalanító hang hagyta el az éjjeli rengeteget, és elindította a fiú fantáziáját. Elkezdett tetoválásokkal teli vérszomjas vadembereket látni, ahogy körbeveszik őt az árnyékok közül minden oldalról. Andrew elképzelte az arcukat. Tele piercinggel, széjes szájjal, krokodilfogakkal és a nyakuk tele emberi csontokból készült ékszerekkel. A groteszk képei a vadaknak egyre közelebb és közelebb kerültek, széttépik Andrewt, mint valami farkas falka. Libabőrös lett a háta, ahogy elképzelte, hogy a vadak tépik bőrét melkasáról, láthatóvá téve izmait a fagyos levegőben. Úgy gondolta, még mindig magánál van, ahogy kitépik a belsőségeit. A fiú rájött, milyen elszigetelt volt a fák között. A segély kiáltásai süket fülekre találtak a fák között, ahogy a kannibálok kiválták szemét koszos körmeikkel. Andrew arra gondolt, hogy vajon éreznie, ahogy nyelvükkel szívják a tátongó lyukakat az arcán. Elképzelte, hogy szürcsögve isszák a vérét, miközben a fájdalomtól kiált. Végre. Remény szikrája érkezett vízcsobogás formájában a távolból. Andrew a hang irányába tartott még egy patakhoz ért lentebb az erdőben. Habár még sosem járt ilyen mélyen a fák között, de tudta, ha követi a patakot, az belefut a nagymamaháza melletti tóba. Onnan már hazatalál.
A part mentén haladva abban reménykedett, hogy nagymamája még nem indított utána keresést. Újra egy nyugtalanító hang hagyta el az árnyakat, és Andrew szaporázta a lépteit, remélve, hogy hamarosan a tóhoz ér. Az erdő egyre sűrűbb lett, és a fiú most már bokrokon és ágakon áthaladt a patak mentén. A fák rabja volt. A hatalmas vörös fenyők, mintha nevetve néznének le rá, ahogy megpróbál elszökni börtönéből. Ahogy Andrew tovább haladt, a patak is egyre szélesebbé vált. Most már elég széles volt ahhoz, hogy egy kis csónak is tudna rajta úszni. A hangok a távolból újra eszébe juttatták a kannibálokat, ahogy a máját tépik. Elkezdett rohanni. Nem egy bizonyos dologtól, de magától az erdőtől. Könnyektől nedves szemekkel Andrew olyan gyorsan rohant, ahogy csak tudott. A lelógó faágak felsértették bőrét a karján. Olyan volt, mintha mocsárban járna. A föld a patak mentén nyúlós és sáros volt. Minden lépés egyre nehezebbé vált. Mellkasa égett a hideg levegőtől, mintha több száz méh szurkálná. Végül lábai elkezdtek gyengülni. Merevvé váltak, hogy a sárban gázolt. Teljesen kifáradt. Andrew végül összeesett a földön, és elfogadta a vereséget. Felnézett a fákra, és elfogadta bármilyen iszonyatos végvár rá. A másodpercek percekké váltak, ahogy a földön fekve tűlevelek hullottak rá, de semmi nem jött. Egyetlen vadember sem. Végül Andrew feltápászkodott. Kissé elszégyelte magát, hogy képzelete áldozatává vált. Lesöpörte magát, hogy újra nekilásson az útnak, de megállt, mikor észrevette egy érdekes dolgot maga előtt. Egy furcsa tisztás a fák között elkapta a fiú figyelmét. A holdfény alatt a tisztás úgy nézett ki, mint egy kert. A megszokott erdei növények és bokrok helyett sárga és lila virágok. A fiú még nem látott az előtt ehhez fogható színes tisztást. A félelmetes fenyők elkerülték ezt a részt, mint a féltenyék gyökereiket ettől a földtől. A patak, ahogy ideért, most már széles volt, mint egy folyó. Távolabb, még lenyűgözőbb dolgot pillantott meg. Ott állt egy rendkívüli híd. Andrew elképedt a fa remek műláttán. A híd széles volt, és erős. Nagy ívekkel minden oldalon. Kikászálódott az utolsó bokrok közül, és a látvány felé tartott. A vademberek és kannibálok képzelete elszállt. Helyette egy erős kényszert érzett, hogy vegye szemére jobban az elképesztő építményt. Közelről még lenyűgözőbbnek bizonyult. Mikor már test közelben volt, Andrew megérintette a bizarr hieroglifákat a fába vésve, mintha az egész építmény egyetlen fából lett volna kifaragva. Egy ilyen hatalmas faragványhoz bármely vörös fenyőnél nagyobb törzsre lenne szükség. A brilliáns faragványokat csodálva a fiú tovább haladt a hídon. Újabb hieroglifák más és más formában. A híd pályája masszív volt, mégis könnyed, és kicsit nyikorgott a lépteitől. Olyan érzés volt, mintha frissen vágott füvön járna. A fenyők körbe egy tökéletes kört alkottak a tisztáson. Alattuk még több sötétség, és több esély arra, hogy visszatérjen a hisztérikus képzeletbe, mint az előbb. A hídon biztonságban érezte magát. Úgy gondolta, hogy a hídon megvárja, még elszáll az éj. De eszébe jutott a nagymamája, és hogy aggódhat, ha nem tér haza este. Ám egyszer csak újra az a szörnyű zaj hangzott a levegőben. Ugyanaz, ami miatt Andrew elkezdett rohanni a fák között. De most minden izma megremegett. Teste megtelt félelemmel. Úgy hangzott, mint száz haldokló ember hörgése. Még hangosabban, mint valaha. Még a tó vizét is vibrálta. A hang a híd alól jött. Andrew azt remélte, hogy újra az agya trükközik vele, vagy a hang valamiféle hallucináció. De belül tudta, hogy a kannibálokkal ellentétben bármi, ami a hangot adta ki, az nem a képzelete szüleménye. Egy pillanattal később félelme bebizonyosodott. Egy hatalmas kéz nyúlt fel a híd alól, és öt vaskos ujjával megmarkolta a peremet. Egy második kéz épp oly hatalmas, mint az előző, felemelkedett,
és Andrew hamarosan megpillantotta az arcát egy szörnyű lénynek, ahogy felhúzta magát a hídon. A fiú elé tornyosult a bestia, vaskos teste majdnem olyan széles volt, mint a híd. Iszapos folyóvíz csorgott a fekete loncsos hajával, ahogy meglódult a fiú felé. Bőrszíne olyan volt, mint egy embertelen, förtelmes árnyalata a sárgának, és a bűz, ami a lényből áradt, szörnyű volt, mint valaha is érzett. Lehajolt, közelebb hozva hatalmas fejét centikre a fiútól. Lehelletének rothadó szaga olyan erős volt, hogy Andrew elkezdett szédülni. Mit keresel a hidomon, fiú? A hangja úgy köszörült a fiú fülében, mintha rozsdás fogaskerekek lennének. A fiú nem talált szavakat. Beszélj! Félrehúzta haját, hogy felfedje hosszú hegyes fülét. Andrew megpróbált megszólalni, de a félelem elfogta a nyelvét a lény rémálomba illő látványától. Nem tudsz beszélni? A hatalmas agyarak láttán a fiú még jobban megrémült, mint bármitől, amit az imént képzelt el az erdőben. Nagy sárga szemei közel álltak egymáshoz, és fényesen ragyogtak a sötétben. Én eltévedtem. Andrew végre meg tudott szólalni. Követtem a patakot, és ide vezetett. A bestia visszaemelkedett, és oly szörnyű nevetésbe kezdett, hogy a fákat is megrázta. Tudod, mi vagyok én, kölyök? Azt hiszem, mondta Andrew. Nos, kivel akkor? A fiú nyelt egyet, és remegve válaszolt. Te egy troll vagy? A troll ajkai széles mosolyt formálta. Így van. És úgy láttam, hogy te félsz a trolloktól. Nem? Andrew bólintott egyet. A hatalmas bestia megdörgölte az orrát. Miért félsz a trolloktól, kölyök? Mondd az igazat. A trolloknak nincs türelme hosszú mesékhez, de ismert, hogy mi trollok sem tudunk hazudni. Andrew hallotta azelőtt, hogy a trollok nem tudnak hazudni. Még a nagymamája említette valamikor. Minden, amit tud róluk, tőle származik. A lény úgy látszott, hogy türelmetlenkedik, úgyhogy válaszolt neki. A mamám azt mondta, hogy a trollok gyerekeket esznek. A nagymamád mondta ezt. Mit tudhat ő a trollokról? Nem sokat. Ha ezekkel tömi fejed. Soha ne ítélj könyved borítójáról. Andrew kíváncsian felnézett a bestiára. A troll folytatta. Az én fajtám növényevő. Könnyen megélünk a virágok nektárján, amit az imént láttál. Kezével a színes virágok felé intett. Majd a fák felé mutatott. Nem sokkal később egy bagoly repült ki a fák közül, és a troll mutató ujjára szállt. Másik hatalmas kezével gyengéden megsimogatta a madár tollát. A bagoly békésen húhogott, miközben Andrew nézte. Semmi baj, gyermek. Ez a lény nem fog bántani. A troll mosolygott, és lejjebb eresztette karját, hogy Andrew is meg tudja simogatni. Andrew kinyújtotta a kezét, és óvatosan megcirógatta a fejét, mint egy macskát. Még egy elégedett húhogást kihozva a madárból. A fiú aztán zsebre tette kezeit, és fejét lógatta. Mi aggaszt, kis ember? Kérdezte a troll. Haragszom a mamámra. Nem tudom, miért mondott ilyen rossz dolgokat a fajtádról. Ne hibáztasd őt. De ez nem fair. A trollok nem is esznek gyerekeket. Virágokat esznek, ahogy mondtad, igaz? A troll mélyet sóhajtott. Ahogy az imént is mondtam, mi trollok nem tudunk hazudni. A nagymamát tévedett majdnem mindenben, hogy a fajtám húsevő, de volt egy rossz alma. Az ő neve Liliomláb. És a fajtám nagyon szégyelli a létezését. Liliomláb? Ismételte a fiú. Igen, nekünk trolloknak vicces nevünk van.
Az apám neve Fontoskodó Nadrág volt. Az idősebb testvérem neve Tejbe Pite. Andrew vihogott, és a bestia is kuncogott egyet. Még a baga is uhogott egyet, miközben a bestia közelebb hajolt hozzá. Szomorúság látszott sárga szemeiben. Lilium láb nem volt olyan, mint a többiek. A virágok nem csillapították készségét. Elkezdett az erdő állatain táplálkozni, de egy idő után még az sem volt elég neki. Mikor először megízlelte az ember húst, nem volt hajlandó más tenni. És igen kis ember, gyerekek voltak a kedvence. Andrew megrémült a gondolattól. Szóval néhány troll tényleg eszik gyereket. Csak Lilium láb. Mikor rájöttek, mit csinál, a többi troll száműzte territoriumából, hogy többé ne bánthassa az embereket, akikkel egy földön élnek. Kiközösítették őt. Úgy kell élnie, mint egy remete. Andrew nézte, hogy a troll fejéhez emelte a baglyot, hogy a szemébe nézhessen. Te neved is vicces? Kérdezte Andrew. Pardon? A neved? Azt mondtad, minden trollnak vicces neve van. Akkor neked is igaz? Azt hiszem. A bestia válaszolt, meg nem törve a szemkontaktust a bagójjal. Szóval mi az? Mi az? Mi? Kérdezte a troll a madárral elfoglalva. A neved? Mondta Andrew. Mi a vicces neved? Ó, az én nevem. Elnézést. Ez a gyönyörű lény elvonta a figyelmemet a beszélgetésről. Majd a troll hirtelen durván megfogta a madár nyakát, riadt rikácsolást okozva. Andrew rémülten nézte, hogy a szörnyetek kinyitotta hatalmas száját és ráharapott a bagoly fejére. Véres tollak hullottak alá, ahogy a troll ropogtatta a madarat. Andrew felé fordult és újra elmosolyodott. De most vér és agy csöpögött az ajkáról. Milyen udvariatlan, hogy nem mutatkoztam be? A troll hangja zengett a hídon, mint valami földrengés. Az én nevem Lilium láb. Ha tetszett a videó, iratkozz fel a csatornára, mert nem akarod kihagyni, mi lesz a következő részben.